Sziasztok, sziasztok! Üdvözöllek titeket újra itt a mai videómban. Ma egy Avon videóval készülök nektek. Amint láttátok, megérkezett egy újabb Avon rendelésem. Most ebből a harmadik kampányos katalógusból rendeltem. Ő lenne a katalógus. Megbontottam már a dobozt, hogy ne kínlódjak vele. Még nem néztem meg, hogy mi van benne. Együtt fogjuk kibontani, megnézni. Nem sok termék van rendelésre, legtöbbet saját magamnak rendeltem, de egy-kettő termék van rendelésre is. Nem lesz egy hosszú videó, mivel szerintem összvisz egy 20 termék, ha található a dobozban, úgyhogy nem is szeretném sokáig húzni az időt, és megmutatom nektek, miket tartalmaz a doboz. Először itt van a kis nyugta, amiken szerepelnek rajta a termékek. Itt van a következő hónapi katalógus. Szerintem így lesz a legjobb, igen. Ő a jövő havi kampány, a negyedik kampányról a katalógus, ő érvényes április 2-től május 4-ig. Ismét egy vastag katalógus, 220 lappal. Akkor itt van a tanácsadói kedvezmények. Van egy My Avon magazine. Van egy ilyen kis szórólap, akciókkal tele. Még van itt 3 tavaszi kupon eső, spórolt több mint 40 000 forintot, nem tudom mi ez. Április 2-től megint lehet őket rendelni. Hú, de sok termék van benne. Azt mondja, hogy ahány kuponod van, annyiszor vásárolhatsz egy-egy darab terméket a kuponkód megjelölt kedvezménnyel. Az áprilisi katalógus akció áraihoz képest egy kuponos, 65 kuponos termék. Szóval, hogyha ő a katalógusban, mondok egy példát, 2500 forint, arra még rájön még egy 15%-os kedvezmény, ha evel a kóddal rendelem meg. Elég jó. És akkor csapjunk is bele, legesleg először van itt rendelésre egy anticellulit lotion, ő egy, gyere cicám ide anyához, ő egy bőrfeszesítő krém, nővérem rendelte, 1999 forintért, ő is csak nővéremnek megy. Ő egy Rare Gold parfüm, 50 ml-s, ha jól tudom. Ha jól emlékszem. Volt egy, ezelőtt ilyen 2 hónapi katalógusban egy nagyon jó akció. Amik úgy volt, hogy a parfüm és egy szempillaspirál 1500 forintért, vagy a parfüm és egy arckrém 1500 forintért. Ugye akkor nagyon sokan rendeltük meg ezeket a szetteket. Erik most kelt fel, úgyhogy még egy picikét álmos, nyűgös. Remélem, hogy fogok tudni videózni, mert 3 videót szeretnék most felvenni nektek, hogy erre a 2 hétre, míg nem leszek, legyen tartalom felvéve. Szóval, és most meg 2990 forint darabja. Annyira megtetszett nővéremnek az illat, hogy az én parfümömet is neki adtam, mert nekem nem jött be, és még rendelt magának még egyet. Én rendeltem magamnak egy testápolót. Avon Nature's Body Care 200 ml, nem tudom, ha látjátok. Így. Ő egy joghurtos és gyümölcsös. Még nem próbáltam, nem tudom, hogy milyen. Most szeretném letesztelni.
És ha jó, akkor még fogom vásárolni. Nagyon megtetszett a csomagolása, ilyen kis, tényleg olyan, mint a Activia, vagy nem tudom. Ilyen kis aranyos nagyon. Meg is mondom. Illata nagyon jó. Egy kicsit nem az a brutális gyümölcsillat, inkább ilyen krémes illata van. Nagyon tetszik a csomagolása. Termékről majd szerintem az elfogytakos videóban fogtok többet megtudni. Akcióban a tanácsadói akciós szórólapban 299 forintért vásároltam egy 250 ml-es Avon Senses Garden of Eden tusfürdőt. Ő egy exotikus, gyümölcsös és bazsalikomos. Bocsánat, hogy ilyen elveszem a kamera, de most jelenleg Erik az ölemben ül, és így egy kicsit nehéz egy kézzel, mert a másik kezemen Eriket fogom. Nagyon jó illata van, alig várom, hogy kipróbáljam. Rendelésre van egy Incandescence Flame parfüm. Azt hagyjad, mert elborul a kamera. Ugye, mivel nagyon ritkán szokott a katalógusban lenni, én most megrendeltem az egyik ismerősömnek, ő egy 50 ml-s parfüm, mivel karácsony előtt kérdezte, ha nem tudnák neki szerezni, és mondtam, hogy nincs a katalógusban, de biztos be fogják még tenni. Úgyhogy most megrendeltem neki. Akkor rendelésre van még egy Pro Color 60 másodperces száradásos körömlak Speed Date árnyalatban. Ő egy orgona színű körömlak. Akkor mi van még itten? Van egy sampon és egy hajbalzsam. Mind a kettő Advanced Techniques Supreme Oil. 250 ml a hajbalzsam és 400 a samponja. Még ezt a fajtát nem próbáltam. Tudjátok, én a megszokott szürke, aranyozott csomagolás kékkel az argán olajasat szoktam használni. Őt még nem próbáltam, de most ismét akcióban volt 399 forint darabja, úgyhogy megvásároltam, hogy kipróbáljam. Akkor rendelésre van még kettő darab 100 ml-s menta illatú, menta és aloe vera, bocsánat, lábspray. Ezt nagyon szeretik, mert nagyon sokszor szoktam rendelni. Akkor van még itten egy fülbevaló szett, ha meg tudom bontani, anélkül, hogy szétszedjem a csomagolást, megmutatom. Ő 3900 forint, 3999 forint, és így néz ki. 5 darab fülbevaló, nagyon szépek, nagyon aranyosak. Úgy. És akkor magamnak rendeltem egy pénztárcát, mivel már a régi pénztárcám nagyon csúnyán néz ki, és gondoltam, hogy lecserélem. Megérett már egy újra. Ő lenne. Hú, de nagyon jó tapintása van. Ilyen a belseje. Van 1, 2, 3, 4, 5 kártyának való. Hú. Nem ilyenre számítottam. Jaj, bocsánat. Nem ilyenre számítottam. Azt hittem, hogy még itt is lesznek még ilyen... Na. Mindegy, szerintem anyának elajándékozom. Ő biztos jobban fog örülni neki. Erről ennyit. Jó vásár volt. És akkor a legutolsó egy habfürdő fehér liliom illattal. Az új házban már lesz fürdőkádunk, úgyhogy akciósan vettem őt is, pár száz forintért.
valamelyik katalógusban, nem tudom pontosan melyikben, szerintem a MyEvon magazine, nem tudom, melyikből vettem. Akciós áron, azt hiszem 400 forintért a fél literest, úgyhogy azt mondtam, hogy megrendelem, enni nem kér, és akkor legközelebb, mikor rendelek, még akkor még szeretnék rendelni egy vaníliásat is, és akkor ennyi nekünk egyelőre dosztig elég. Mondtam, nem sok termék volt a rendelésre, a legtöbbet én vásároltam saját magamnak, de csak azért, mert nagyon muszáj volt ezeket a dolgokat megrendelni, mert nagyon kellett egy tárca, amit most persze megrendeltem, és mondom, nem csúnya, csak nem tudom, hogy hogy mutassam, hogy lássátok, ilyen sima a belseje. Szóval éppen tényleg csak pénzt lehet beletenni, semmi más. Tessék, megmutatom. Erik már kíváncsi rá. Remélem tetszett a videó. És ha tetszett, akkor iratkozzatok fel, nyomjátok be a csengőt, hogy kapjatok értesítést minden egyes videó feltöltésről. És ha tetszett, akkor nyomjátok egy lájkot. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok. További szép napot, sziasztok!